Köszöntök mindenkit a Minecraft végigjátszásomnak a 9. részében, én Oszkár vagyok. Még mindig meg vagyok egy kicsit fázva, de most már úgy döntöttem, hogy nem érdekel. Nehogy Minecraft nélkül maradjatok itt nekem. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy utána néztem azért a dolgoknak, hogy mit is kell ebben a játékban csinálni, mert hát hogyha ilyen ütemben haladnánk, akkor a 100 rész az minimum. Tehát már most a 9-nél járunk, és tulajdonképpen még nem történt semmi. Megépítettük ezt a házat. Na, utána olvastam, találtam interneten egy oldalt, ahol így nagyjából összegezve van, hogy mik azok az esszenciális lépések, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a Minecraftot végigvigyük. Tehát konkrétan mik azok a folyamatok, amivel a The Endig el lehet jutni. Fú, mi ez, páncélos csontváz? Na, és ki is írtam magamnak, tehát hogy az F3-as gombot tudom megnyomni, akkor már ezt írtátok ti is, különböző információkat jelenít meg a játék, még a memória felhasználást is, de ami nekünk lényeges, az az Y koordináta. Ugye most ott látható, hogy 81 magasságban járunk, tehát ezt a lényeg az, hogy azt írja, hogy legalább 3 darab gyémántot kell keresni 1 és 16-os szint között. Tehát egészen addig le kell majd ásni. Vaszcsákány kell a gyémántnak a kibányászásához, majd a gyémántból egy gyémánt csákányt kell kraftolni. Tehát ez az első lépés, amit tulajdonképpen meg kell tennünk ahhoz, hogy a játék legvégét úgymond megtapasztaljuk. Tehát akkor most a küldetés az lesz szerintem, hogy először is rohadt sok kaját kell szerezni. Most azt nézem, hogy mik azok a fontos dolgok, amik... Igen, a vasúd az jó, hogyha van nálam. Borból is van, kőből, igen. Igen, szóval most ez a kajaszerzésről fog szólni, gyerekek, ugyanis ahhoz, hogy gyémántot találjunk, elég mélyre le kell ásni. És ennek van egy olyan hátránya, hogy ugye a lenti mélységekben nem feltétlenül van túl sok kaja. Tehát problémába ütközhetünk, úgyhogy szerintem most azt fogjuk csinálni, hogy szépen elkezdek horgászni. Hú, mi az ott a távolban? Egy csontváz. Na. Szóval akkor horgászunk, és minél több halat megpróbálok most kiszedni, kihorgászni, kihalászni. Hogy kajagondokkal ne küzdjünk. Különösebben. Tehát ez most egy ilyen nagyon unalmas rész lesz valószínűleg, de hát kérdeztem tőletek, hogy vegyek-e mindent, amit csinálok Minecrafton belül, vagy csak a fontosabb epizódokat töltsem fel. De kértétek, hogy vegyek fel mindent, hát oké. Íme. És az a baj, hogy nem is mindegyik hal ehető, amit kihorgászunk. Ugye van a gömbhal például, azt nem célszerű megenni. Ez talán mérgező, arany, hal, vagy mi. Az meg egyenesen ehetetlen. És megnézem, hogy ezek egyáltalán milyenek voltak. Nyers hal. A nyers halat azt szeretjük. Közben azért nézelődni kellene, hogy egy creeper hátba támadjon, mert az eléggé megrázó élmény lenne. Azt hittem, hogy kapás van. Lehet, hogy egy mélyebb vízi részhez kéne menni? Ott gyakrabban lenne kapás. Nem tudom. Na, jó lesz ez szerintem. Még vagy 3-4 halat szerintem kihorgászok, azt megsütjük gyorsan, és utána megyünk bányászni, és most nem itt a megszokott helyen fogok bányászni, amúgy, mert ezt is írtátok, hogy menjek már egy kicsit távolabbra, hát itt van egy ilyen bivaj nagy világ, és én meg itt pöcsölök 2 négyzetméternyi területen kb. Tökéletesen egyet kell, hogy értsek veletek. Ez valami másmilyen hal volt. Na, ugyanolyan. Jó, hát végül is persze a bányászás az nyilván úgy fog működni, hogy lépcsőzetesen fogunk lefelé építkezni, lefelé bányászni, ásni. Mert... itt a virózsát fogtam ki, ez nem kell. Szóval, hogy bármikor végül is vissza tudunk majd jönni. Csak hát én azért úgy szeretek felkészülni arra,
hogy ha ínséges idők köszöntenének be ránk lent a bányákban, vagy esetleg, mit tudom én, berrekednénk, bármi előfordulat, akkor nehogy éhen dögöljünk. Tehát próbálok úgy hozzáállni a Minecrafthoz, mintha a valóságban játszanék vele. Na, jó van, elég lesz szerintem ennyi. Akkor ezt most gyorsan megsütjük. Azért olyan nagyon messzire nem akarok elkorbászolni, hogyha már itt van a bázisunk, akkor legalább ide vissza tudok menekülni. Tavirózsa. Azt nézem, hogy ez a csónak, ez még hasznos lehet, ezt szerintem berakom ide magamnak. Bohóchal. Hát igen, ez jöjjön azért ide. Végül is, igen, ezt majd felfogjuk, mindjárt szét fogjuk zúzni. Ja, hát igen, vascsákány, tényleg azt nem ártana lehet csinálnom most egyet, hogy legyen. Még egy. Sűrűt hal. Nyers lazac? Ó. Azt hittem, hogy az már meg volt sütve. Na akkor mit akarok? Tehát törjük akkor szét ezt a csontot. Így igaz. Jól van. Ja, hát igen, fákjantyunk sincs már túl sok. És akkor lehet, hogy a faszénhez hozzá igazítom itt a dolgokat. Puty! Na most már van fákjánk. Nagyszerű. Így igazságos. Na, sült lazac. Királyság. 20-as szinten vagyunk. És még nem csináltunk semmit. Szinte. Na jó, itt van a kaja. És akkor most csináljunk egy fémcsákányt. Így van. Na jó. Hát szerintem akkor most már kajánk az van, tehát mehetünk bányászni. A kövünk is van, az mondjuk mindig lesz útközben. Na, menjünk. Közben már mindjárt megint éjszaka van. Mi hol jár egyáltalán a nap? Hát... Igen, mondjuk a bányászással lesz még egy probléma amúgy, most így belegondolva, hogy nem fogom tudni, hogy mennyi az idő. Ja, vagy F3-at, hogyha... Ja, bocsi, ezt elfelejtettem kikapcsolni. Ez megmutatja azt, hogy egyáltalán mennyi idő van? Mennyi idő van estig? Hát, nem tudom. Nem nagyon látom. Mindegy, akkor egy ágyat szerintem... Ja, igen, azt írtátok, hogy nem kéne bántani ezeket a kis aranyos állatkákat itt, hanem csináljunk egy izét. Metszőollót. Jó, hát végül is van fémem, úgyhogy csinálok, és akkor nem fogjuk bántani őket, hanem szépen megnyírjuk. Megnyírjuk őket. Oh yes. És így ráadásul nem csak egy izé blokkot ad gyapjút, hanem kettőt. Kettőt is, vagy akár jó esetben hármat. Na most ugye fára is lenne szükségünk, mindegy, akkor most nem mászok már vissza a tornyunkba, hanem itt vágok egy kis fát. Na szóval csak azt akarom mondani, hogy csinálunk majd egy ágyat is. Valószínűleg majd odalent is fogunk aludni, nem fogunk mindig visszamászni. És nézzük csak akkor hogyan is. Hát igen, nem is elég, hogyha egy ilyet felhasználok. És ugyebár úgy van az ágy, hogy zúgy, zúgy, zúgy. És puty, puty, puty. Puty, zúgy. Így van. Jó, ezt most kidobáljuk, ez most nem kell. Na. Egy. Na jó, hát oké, szerintem már csak holnap kezdjük el a bányászást, addig még lehet, hogy megyek horgászok egy picit.
legyen kajánk. Aztán már nem tudom, hogy hogyan kéne megnézni ezt, hogy mennyi az idő, mert ugye most úgy csinálom, hogy csak bekapcsolom a felvételt, tehát most az órát azt nem húzom fel, hanem a 30 perc az nagyjából úgy van meg, hogy két nap a Minecraftban. Tehát ez egy olyan 28-30 perc kb. És ezért nem kell beállítani az órát, de hogyha lent sötétben leszünk, nem fogom tudni, hogy mennyi az idő, akkor kénytelenek leszünk lehet, hogy órát beállítani. Na, mi lesz már, mikor lesz kapás? Király. Let's get back to our shelter. Nos, megsütjük. Ezt visszarakjuk ide. Egy ágyunk, van itt minden, ami kell. Úgy. Így igaz. Szóval ez egy elég hosszadalmas lesz valószínűleg, mire gyémántot találunk. Attól tartok. Na de aludjunk akkor egyet most. Tehát nagyon mélyen le kell majd ásni. Na most már én is nevetek azon, amit múltkor csináltam, hogy úgy vaktában elkezdtem mászkálni ide-oda, és akkor bontottam a falat, mint egy idióta állat. Na jó, let's do this shit. Ugye obszidiánra is szükségünk lesz, azt meg majd úgy lehet előállítani, hogy lávát és vizet öntünk úgymond egymásra. Tehát majd van egy elképzelésem ezzel a kapcsolatban, hogy ezt hogyan fogjuk kivitelezni, de az még odébb van. Az még jóval odébb van. Elhihetitek. Na szóval lehetne itt is bányászni, de nem itt akarok, hanem akkor most már menjünk, akkor talán a gomba irányába kéne menni. Mondtátok, hogy ezt vágjam ki, bár nem tudom, hogy ezt miért kéne kivágnom. Hogy mi a jó abban, hogyha azt kivágdosom. Hát itt van éppen egy ilyen kezdemény, bánya kezdemény. Kezdjünk el itt ásni. Vagy menjünk még messzebbre. Mi ez itt? Ja, nem töltöttek be a blokkok. Nézzük meg akkor azt a gombát. Van egy ilyen kis csónakocska. Jaj! Kicsit erőteljesebben mentem neki. Na szóval ezt vágjam ki. Mi értelme van ennek, hogyha kivágom? Mi ez? Gomba. Szóval van ennek valami értelme? Remélem nem bolond gomba. Lehet ebből gombalevest készíteni? Na mindegy, nem tudom, vagy ezt meg lehet enni? Nem lehet megenni. Mindegy, akkor... Tegyük akkor le ezt ide. Csináljunk izeit. Hőfejszét. Úgy. Na. Most már akkor válasszunk itt ki valami bányaszerűséget. Ahogy Hörbi mondaná, bányaszauruszt. Csak belövöm azért az irányokat, tehát akkor onnan jöttünk. Már nem is látom, hogy hol lakunk. Ja, ott. Ott van. Igen, na jó, szóval onnan jöttünk, akkor... Hát, hogy ne legyen azért túl bonyolult itt a tájékozódás.
ezért úgy belövöm olyan szinten, hogy akkor mondjuk ebbe az irányba, hogyha elmegyünk, akkor itt lesz valahol a bányánk. Tehát olyan túlságosan messzire azért nem akarok elmenni a bázisunktól. Na, itt úgy látom, hogy mintha lenne valami. Ja nem, hát ez innak lehet, inkább más irányba kéne menni. Halljátok. Ilyen nagyon erdős régiók vannak. Ja, igen, tényleg a csónakot azt újra kéne építeni. Hogy is volt az, hogy is volt így? Ez egy táj, ami kéne még hozzá fa. Vagy nem. Csónakot azt újra akarom építeni, az hasznos. Na, szóval akkor ez útján csuk be ide, és így van, megvan a csónakocskánk. Na akkor óvatosabban fogok leparkolni legközelebb. Tök jó. De lehet utazni vízen egész gyorsan. Ráadásul nem kerül energiába sem. De tudunk gyorsan evezni vele. Az éhségszinttől nem függ. Na, tényleg csónak az úgy csak így körbe. Mi van itt? Jól elszórakozok, mi? Na, tehát akkor most ugye ott lakunk, akkor most, hogyha itt szépen itt óvatosan leparkírozok. Na, mondom, ennyi. Na, nem lehet kiszállni? Hogy lehet kiszállni? Na, ja. Menjél arra. Ütlegelni kell, és akkor a kezünkbe ugrik a csónak. Na, itt most már muszáj valami bányát találni. Hát nem érdekel, akkor itt leások. Végülis tök mindegy, hol ásunk le. Jó, tehát akkor itt szembe. Na, come on, you bitch. Itt elkezdek bontani egy kis bányarészt. Így igazságos, így. Jaj! De beszaggatott a fraps. Fraps. Jó, azt hiszem, hogy most már nem is nagyon kell lapát, itt most már követ kell törni. Azért itt még egy kicsit megtisztítom a környéket. Valahogy nézzen ki. Jó! Let's do this! Na tehát megpróbálok akkor ilyen lépcsőzetesen haladni lefelé. A szakirodalom szerint ugyanis úgy jó. Mindegy, akkor ezt kibontjuk még, csak hogy ne verjem be a fejemet. Hát fémet több, mint valószínű, hogy fogunk találni bőségesen. Tehát végül is attól annyira nem is kellett volna tartani, hogy most külön expedíciót indítsak fémbányászatilag, de hát én ugye ilyen alapos ember vagyok, szeretek mindent megtervezni. Így hát inkább
megcsináltam ezt az elővigyázatos lépést. Na, közben most már mindjárt kifáklyázom. Ez utyanás lesz itten, bizony gyermekeim. Még szerencsére lehet látni, hogy nagyjából hol jár a nap. Ennyire van sötét odakint. És hát akkor most F3-at megnyomom, akkor az Y-nal az van, hogy 58. Most egyen lejjebb búrok, az lesz kírva, hogy 57. És ezt egészen 16-ra minimum le kell vinni ahhoz, hogy gyémánt lelő helyet találjunk némi eséllyel. Azt is írta egyébként a szakirodalom, ugye, hogy például természetes barlangrendszerekben célszerű elkezdeni gyémántot bányászni, vagyis gyémánt után nézni, mert szétment. Abban hát nagyobb a valószínűsége, na, hogy találunk. De mindegy, jó ez nekünk így is most. Így van, vannak most már csákányaink. Hát aztán én nem tudom, lehet, hogy én most egy ládát ide lerakok. Mert hogy olyan sok kő lesz itt nem sokára, hogy teljesen meg fog telni. Hát nincs nekünk szükségünk annyi kőre. Viszont hogyha mégis kő, akkor lesz. Így. Nem? Szerintem logikus. Már sötétedik. Mindegy, mindegy. Bontsuk még egy kicsit. Ez a sorozat, amit én csinálok, szerintem kimondottan ilyen Minecraft fanatikusoknak készül. Most így gondolkodok magamban. Valószínűleg kevesebbet fogok beszélni a sorozat alatt, mert hát most miről? Nincs olyan túl sok témám, hogy itt állandóan beszéljek. Na jó, akkor szerintem kockáztassunk meg egy szimpla alvást itt. Remélem, hogy nem lesz különösebb probléma. Nagyszerű. Királyság. Jó, nem kellett volna lebontani az ágyat. Most meg már nem tudok aludni, na mindegy. Akkor maradjunk annyiban, hogy ez volt a 9. része a Minecraft végigjátszásomnak, gyerekek. Remélem, hogy tetszett a videó, nem untátok magatokat halálra. Hogyha tetszett, akkor léci lájkoljátok a videót, osszátok meg Facebookon, Twitteren. Iratkozzatok fel a csatornámra, aztán jön majd a 10. rész, ahol még lejjebb fogunk bányászni. Most már azért gyorsabban fogunk haladni, gondolom, mert megtaláltuk azt a helyet, ahol lefelé fogunk ásni. Kockázatos lesz a következő rész, mivel én voltam olyan balga, hogy az ágyat lebontottam. Tehát, hogyha most meghalunk, akkor elvileg véletlenszerű helyen fogunk újra megjelenni a világban, és akkor megint kolbászolhatunk majd vissza, hogy megtaláljuk nagy nehezen ezt a házikómat. Na de hát, megpróbálunk nem meghalni. Na, tartsatok velem legközelebb is, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, addig is, sziasztok!